A vízmű dolgozói között 60 vízbányász is van, akik szombaton reggel a felső gallai Széchenyi művelődési házban tartották bányásznapi ünnepségüket. A bányásznapot méltató ünnepi beszéd után oklevelek, elismerések átadására került sor. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT tényleg fontosabb feladata az ivóvízellátás és a szennyvíz szolgáltatás. Itt megyénkben az ivóvíz szolgáltatási feladatokat a bányából kitermelt ivóvízzel látjuk el, tehát gyakorlatilag a dolgozóink bányászok. A víztermelő bányaüzem dolgozói körülbelül 60-an vannak, akik a 14 per A és a 15 per C vízaknál dolgoznak, és onnan látják el ezeket a szép feladatokat. A kitüntetett dolgozókat dr. Kanc Csaba alpolgármester is köszöntötte. A szén, illetve a víz összetartozása már az 1800-as évek végétől jellemezte a bányászatot. Először még kisegítő elemként, később, amikor a szénbányászat megszűnt városunkban, akkor itt a vízbányában folytatódott a bányászat, és nagyon fontos ezt elmondani, hogy a szénbányászat ugyan megszűnt a városunkban, de az vízbányászat révén tovább folytatódik a bányászat, és nagyon fontos, hogy az egészséges ivóvizet Tatabányán állítják elő, és nem csak Tatabányát szolgálja ki, hanem a környéket. Annyit mondtam a pohárköszöntőmben, hogy a hagyományok mellett, ami még nagyon fontos, azok az értékek, amik ezt a kemény világot jelentették, hiszen nagyon kemény fizikai munkát végeztek és végeznek a bányában dolgozók, de emellett, amikor feljöttek a felszínre és feljönnek a felszínre, az egymás segítése, a szolidaritás, az elesetteken való segítség és az összetartozás jellemezte mindig is a bányásztársadalmat, és ezek azok az értékek, amikre építenünk kell, és ezen értékek mellett tud a városunk is továbbfejlődni. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ilyenkor bányásznapon emlékezzünk meg a bányászhősökről, és emlékezzünk meg arról a kemény munkáról, amit a bányászat jelentett. Takács Péter nyugalmazott üzemvezetőt szakszervezeti tagsága 50. évfordulóján köszöntötték. 14 éves koromban szakmunkás tanulóként kezdtem, és akkor léptem be gyakorlatilag, ugye megkérdezték, hogy szeretnénk-e szakszervezeti tagok lenni. Én magam is téblába voltam, mert a szüleimet kérdeztem, elsősorban édesapámat, és 1963-ban léptem be a szakszervezetbe, azóta is tagja vagyok. Szakmunkásként végeztem, majd utána munka mellett sikerült két diplomát szereznem, amit a tatabányai bányászoknak és hát a akkori vállalatvezetésnek köszönhetek.